Számos innovatív ipari vállalkozás képviseltette magát az 5. Pécsi Érték kiállításon. A Műszaki és Informatikai Kar és a Gazek Kft. Közös fejlesztésű VR szimulációját is bemutatták, amely forradalmi változást jelent a munkabiztonság területén. A MIG már több mint 10 éve foglalkozik az építőipar digitalizációjával, 2019-ben pedig megfogalmazódott a cél, hogy olyan területeket is feltérképezzenek, ahol ez kevésbé van jelen, így esett a választás a balesetvédelemre. A tervezés támogatás, illetve a kivitelezés támogatáshoz nagyon széles eszközparkunk van, és nagyon széles körű tudásunk van. Olyan megoldást próbáltunk előhozni, amire még így a világon nincsen nagyon példa. Maga az ötlet az egyébként két részből állt össze. Az egyik a magasság szimulálása. Erre vannak már létező, úgy tetszik, játékok, VR alkalmazások. A másik pedig az, hogy ezt a magasság szimulálást hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni, hogyan tudjuk a biztonság érzetet is hozzá szimulálni. És gyakorlatilag a virtuális és a valóságos világ találkozása az, amit itt most létrehoztunk. Bogos Csaba, a Gazek zuhanásbiztonság ügyvezetője elmondta, hogy csupán a szerencsének köszönhetően ismerkedtek meg a MIG BIM Skills Lab csapatával, azonban kiváló partneri kapcsolat alakult ki a két fél között. A Gazek korábban már lefektette alapelképzeléseit a szimulációval kapcsolatban, a Műszaki és Informatikai Kar programozói csapata pedig fantáziát látott ezekben, így jöhetett létre a forradalmi munkabiztonsági fejlesztés. Azzal foglalkozunk, hogy emberek, amikor magasban dolgoznak, akkor érezzék azt, hogy milyen is az, amikor elhagyják azt a komfortzónát, amikor valóban stabilan két lábbal a földön állunk, és milyen érzés az, amikor elhagyjuk, és már több méter magasságban ugyanúgy munkát kell végezni. És ez gyakorlatilag kiválthatja azokat a szükséges felületeket, ahol mondjuk több emelet magasságot kell valóságban létrehozni, hogy ott az emberek érezzék azt, letekintve, munkát végezve, hogy mennyire veszélyes is az a terület, amivel éppen foglalkoznak. A kiállításon lehetőség volt kipróbálni a VR szimulációt, amiben egy 50 emeletes épület tetejéről nézhettek körbe az érdeklődők.